Üdvözlöm a kedves nézőket! Önök magyar nyelvű közéleti magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban beszámolunk az egy hete zajló ukrajnai tüntetésekről. Bemutatjuk önöknek a Szent Mihály családtípusú gyermekotthon lakóit, a Demokrákóczi csapatot, és szó lesz továbbá Soltész Miklós, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkárának kárpátaljai látogatásáról is. Érdemes velünk maradni! Emberek ezrei tüntetnek országszerte az államfő és a kormány lemondását követelve. Ez azután következett be, miután Viktor Janukovics hivatalosan is leállította az ország EU-s társulását, és a vilniuszi csúcson nem írta alá a társulási egyezményt. Boncolgassuk kicsit, hogy mi is történt Kárpátalján és Ukrajnában az elmúlt héten. 2004 óta nem voltak hasonló megmozdulások Ukrajnában. 9 évvel ezelőtt éppen ezekben a napokban tört ki Kijevben a békés narancsos forradalom. Ez pedig már 2013 novembere, a helyszín ismét Kijev függetlenségi tere, a főszereplők pedig megint a tüntetők. Most nem az elcsalt államfői választások miatt tiltakoznak, hanem Ukrajna európai integrációjáért. Az ukrán kormány ugyanis a napokban jelentette be, hogy szünetelteti az ország csatlakozási folyamatát. A tervek szerint az EU-s társulási szerződés november 29-én Vilniusban az Unió keleti partnerségi csúcs találkozóján lett volna aláírva, az ukránok azonban nem várt módon behúzták a kéziféket. A 46 milliós ország szinte minden nagyvárosában elkezdődtek a tüntetések az EU mellett, valamint Janukovics elnök és kormányának politikája ellen. Kijevben és Lembergben pedig már több mint egy hete tart a tiltakozás. A tüntetőkhöz az ukrán ellenzék is csatlakozott. Nekünk ukránoknak egyesítenünk kell az erőinket annak érdekében, hogy egy igazi európai országban európai jogrend, európai szabályok és törvények szerint élhessünk végre. Egy olyan országban, ahol mindnyájunknak van jövője. Egyesítsük erőinket, hogy lássák, igenis erősek vagyunk. Meg kell mutatnunk, hogy mi ukránok igazi európaiak vagyunk. Kijev legismertebb felsőfokú tanintézményei mellett több vidéki egyetem is csatlakozott az országos demonstrációhoz. Az Ungvári Nemzeti Egyetem diákjai is az utcára vonultak. Az ukránok már tanultak saját hibáikból, a hasonló megmozdulások mindig ellettek árulva, ezért arra kértük a tüntetőket, hogy pártzászlók nélkül jöjjenek tüntetni. A politikusok is tudják, hogy hallgatni kell ránk, hiszen a fiatalok nélkül nincs győzelem. Kijevben szombatra viradóra az ukrán rendőrség különleges alakulata, mint egy 2000 egyenruhással brutálisan szétverte a tiltakozók központi rendezvényét. Másnap országos tüntetés hullám kezdődött. Azok is az utcára vonultak, akik eddig csak a sajton keresztül követték a fejleményeket. Ezt követően Ungváron a Janukovics ukrán elnök és kormány ellen tüntető diákok birtokukba vették a városközpontban az Ung folyó feletti gyalogosok által használt hidat. A kijevi tiltakozó akció feloszlatása ellen tiltakozók arra szólították fel a járókelőket, hogy írják alá a Viktor Janukovics elnök azonnali lemondását követelő petíciót, és csatlakozzanak a demonstrációhoz. Meg vagyunk győződve arról, hogy az akció mindaddig nem fejeződik be, amíg nem kényszerítjük rá a hatalmat arra, hogy teljesítse az EU előtt vállalt kötelezettségeit. Csak a szükséges törvények elfogadása után válhatunk az Unió társult tagjává. Vasárnapra már Kijev központjában a függetlenség terén több mint 100 000-en demonstráltak, köztük a legnagyobb ellenzéki pártok vezetői. A tüntetésen lengyel politikusok is részt vettek. A tömeg elbontotta a szombaton felállított kordonokat, a helyszínre kivezényelt rendfenntartók a környező utcákba vonultak vissza. Időközben ismeretlenek megpróbáltak behatolni az elnöki palota épületébe, amelyet több száz rohamrendőr vett körül. A maszkokat viselők egy munkagéppel próbálták ledönteni a fémkordonokat. A rendőrök könnygázzal és fénygránátokkal próbálták távol tartani őket. Az ellenzék elhatárolódott ezektől az agresszív tüntetőktől, szerintük a kormány áll a provokátorok mögött.
A kijevi eseményekkel párhuzamosan vasárnap Ungváron is utcára vonultak az emberek. Míg az utóbbi napok demonstrációin mindössze pár százan vettek részt, mostanra már több ezer ember ment kitüntetni. A tömegben megjelentek a szélsőségesen nacionalista és magyar ellenes Svoboda párt aktivistái is. A szervezők arra kérték őket, hogy tüntessék el a pártzászlóikat a gyűlésről, mondván ez nem pártgyűlés. Ők azonban nem voltak erre hajlandók. A tömegből ekkor több szvobodás lépett elő, mire a szervezők kénytelenek voltak szót adni a sovinisztáknak is, akik Janukovics elnök elkergetésére szólították fel a jelenlévőket. Nem hiszek a hatalom erőszakos átvételében, lehet, hogy nem is akarok hinni, de szerintem, ha egyszer a hatalmat sikerül erőszakkal átvenni, akkor máskor is sikerülni fog. Egyrészt Európa figyel Ukrajnára, hogy ez ne következzen be, másrészt erőszakkal nem lehet integrálódni az EU-ba. Ez az össznemzeti sztrájk kezdete, holnaptól az egyetemi karok többségén nem lesznek megtartva az órák. A hivataluk egy része sem fog kinyitni addig, amíg a kormány be nem nyújtja a lemondását. A kárpátaljai magyarok többnyire a Világháló közösségi oldalain fejezik ki csalódottságukat és nem csatlakoznak a megmozdulásokhoz. Ennek oka, hogy a demonstrációk szervezői között gyakran olyanok is akadnak, akik korábban az ukrán nacionalista megmozdulásokon a magyar kisebbség ellen emelték fel a hangjukat. Ungváron a szervezők szerint addig folytatódnak a tüntetések, míg Janukovics elnök és kormánya le nem mond. Kijevben hétfőn reggel a tüntetők körülvették a kormány épületét. Az akciót még előző este bejelentették az ellenzéki vezetők, a rendvédelmi erők mégsem avatkoztak közbe. Az ukrán főváros központját elbarikádozták a demonstrálók, a Függetlenség téren pedig a tilalom ellenére sátrakat állítottak fel. Az ellenzéki pártok vezetőinek országos sztrájkra buzdító felhívásához csatlakozott három nyugat-ukrajnai megye. Kárpátalja egyelőre kivár ebben a kérdésben, de a megyeszékhelyen, Ungváron tanítási szünetet rendeltek el a város egyetemein és főiskoláin. Miután a tüntető diákok száma napról napra nő, a Nemzeti Egyetem rektora úgy rendelkezett, hogy nem számít mulasztásnak, ha a tanárok és a hallgatók december 6-áig nem jelennek meg az intézményben. A demonstrációk addig tartanak majd, amíg meg nem dől a Janukovics rezsim. Több ezer diák van itt, komoly erőt képviselünk. Felszólítjuk a polgárokat, az intézményeket, a társadalmi szervezeteket, csatlakozzanak a Janukovics és kormánya lemondását követelő sztrájk felhívásunkhoz. Nem buli miatt jöttem ki, hanem én igazából azt akarom, hogy váltsák le az államfőt, mert nem érdemli meg, hogy jó legyen az. A tömegtüntetésre a diákokat a tanárok és az egyetem vezetői is elkísérték. A fiatalok maximalizmusa és a tapasztalat itt most együtt van jelen. Közösen elérjük azt, hogy minden demokratikus, törvényes úton és békésen menjen végbe, amit Ukrajna alkotmánya lehetővé tesz számunkra. A délelőtti tüntetés helyszínéről a Kárpátaljai megyei állami közigazgatási hivatal és megyei tanács épületéhez vonult a tömeg. A demonstrálók azt követelték, hogy a megye vezetői jöjjenek ki hozzájuk és jelentsék be, hogy a tiltakozók oldalára állnak. A Kárpátaljai megyei tanács is személyesen az elnöke mindig a néppel van. Bejelentem önöknek, hogy állandó szervezési bizottság alakult a megyei tanács mellett, valamint a Munkácsi Huszti Csapi Városi Tanács, a járási tanácsok is hasonló szervet alakítottak. Ezek nem politikai bizottságok, a céljuk annak a biztosítása, hogy a kárpátaljaiak személyesen a helyszínen támogathassák a kijevi tüntetőket. Délután a tüntetők élő lánccal vették körül az ungvári városi tanácsot. Sokan bejutottak az épületbe, sőt a tanácsterembe is. A rendőrök senkit sem tartóztattak fel. A testület a rendkívüli ülésen a kijevi békés demonstráció szétverését elítélő határozatot fogadott el. A tanácstermet előzönlő tüntető diákok tiltakoztak amiatt, hogy a frakciók által egyeztetett dokumentum csupán a kormány lemondását követeli a rendőri erőszak miatt. Janukovics elnök elmozdításáról nem esik szó benne. A demonstráló fiatalok mégis hisznek abban, hogy teljesülnek a követeléseik, és Ukrajnában rövidesen olyan változások mennek végbe, amelyeknek köszönhetően az ország közelebb kerül Európához. Hiszek abban, hogy az államunk csatlakozik az Európai Unióhoz. Elérjük, amit akarunk. Ukrajna a legnagyobb európai ország. Oroszország már sokszor megmutatta a valódi arcát. Minden egyesség, amit velük kötöttünk, kizárólag az ő érdeküknek felel meg. A jövőnk közös Európa. Az elemzők az események további alakulásával kapcsolatban többféle változatot tartanak elképzelhetőnek. Ukrajna európai partnerei békés átmenetet szeretnének.
Janukovics elnök is békés forgatókönyvről beszél. Aggodalomra adhat okot, hogy a Krími Autonóm Köztársaság parlamentje rendkívüli állapot bevezetését kéri az államfőtől. Még tovább megy a szevasztopoli városi tanács, ahol orosz katonai beavatkozást sürgettek a képviselők. Kijevben kedden reggel a tüntetők az ellenzéki vezetők előzetesen meghirdetett forgatókönyve szerint körülvették a miniszteri kabinetet, majd a parlamentet is. A legfelsőbb tanács ülésén az ellenzék benyújtotta a kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A kabinet tagjai csak hosszas várakozás után érkeztek meg a parlamentbe. A diák tüntetés véres szétverése fő felelősének tartott belügyminiszter el sem jött az ülésre. A hivatalos indoklás szerint ebben az időben Vitali Zakharchenko Kijev közbiztonságát szavatolta. A fővárosi eseményekkel egy időben már-már szokásosnak mondható diáktüntetés volt Ungváron. A Janukovics elnök és a kormány lemondását követelő egyetemi és főiskolai hallgatók végigvonultak a városon, felszólítva a diáktársaikat és a lakosságot arra, hogy csatlakozzanak a meghirdetett sztrájk felhívásukhoz. Az a célunk, hogy Ungvár és Kárpátalja összes főiskolai hallgatóját összegyűjtsük, menjenek az utcára és mutassák meg, mit szeretnének. Követeljük a kormány és a szükségtelenné vált hatalom távozását, amely képtelen az ország irányítására. Az eleinte néhány száz fős tömeg több ezres demonstrációvá alakult a belvárosban. A zeneiskola hallgatóit az intézmény vezetői nem engedték el az órákról. Innen a kereskedelmi technikumhoz vonult a tömeg, ahol kisebb incidens történt. A diákok az intézmény vezetőinek engedélyével csatlakoztak a menetoszlophoz, de egy Janukovicssal szimpatizáló fiatal megpróbálta provokálni a tömeget. Kijevben a parás hangulatú vitát követően a szükséges 226 voks helyett csupán 186 szavazatot kapott a Mikola Azarov vezette kormány menesztéséről szóló határozati javaslat. A házszabály szerint idén már nem lehet újra napirendre tűzni a kérdést. A házelnök berekesztette az ülést, az ellenzékiek pedig újra blokád alá vették a kormány épületét. A történtek az ungvári demonstrálók hangulatára is rányomták a bélyegüket. Nehéz megjósolni a további eseményeket, mivel a helyzet percről percre változik Ukrajnában. Ma az a legfontosabb kérdés, hogy az emberek alapvető jogai sérülnek, ez tagadhatatlan. Szabadnak születtünk, és mégsem vagyunk azok Ukrajnában. Összevetve az Európai Unió 28 országával, ahol fél milliárd ember él. Mielőbbi változásokat szeretnénk, de tudom, hogy nem várható gyors eredmény, nehéz út előtt állunk. Ha feladjuk, győznek. Mivel ma nem szavazták meg a kormány leváltását, nagyon nehezen lehet majd elérni valami változást. Ukrajna mellett állok. Azt szeretném, ha bekerülne az EU-ba. A függetlenség 20 éve alatt egyetlen lépés sem tettünk előre. A patthelyzet ellenére a demonstrálók továbbra is kitartanak. A szervezők szerint a tüntetések mindaddig tartani fognak Ungváron, amíg Janukovics elnök és a miniszteri kabinet le nem mond. Egy munkácsi magyar iskolásokból álló gárda benevezett egy magyarországi online játékba. A társadalomismereti versenyben a gyerekek a demokrácia kérdéseit, dilemmáit járják körül, pártpolitizálás nélkül. A következő fordulóban a Hakni filmről kell lesz egy tanulmányt írni. Benne vagyunk. Négy fordulós versenyben vesznek részt a munkácsi magyar iskolások, ahol minden fordulónak külön tematikája van. Az elsőben be kellett mutatkozniuk, a másodikban pedig már komolyabb feladatot kaptak a csapatok, jótékonykodniuk kellett. Az öregek otthonára is gondoltunk, meg gondoltunk az árvákra is, de aztán a kórház misszió tűnt a legjobbnak. Mert segíthettünk a gyerekeknek is, és mi is jól éreztük magunkat, és gyakrabban kéne szerintem ilyesmit csinálni. Minden kis örömért adj nagyobb örömet, és ez megváltoztatott engemet ez a látogatás. A kórházban nagyon unatkoznak a gyerekek, és nagyon jól esik nekik, hogyha valaki eljön, és akkor foglalkozik velük. Nem volt nehéz összehozni ezt a
programot, mivel mind az öten cserkészek vagyunk, és a cserkészek nagy részt ezzel foglalkoznak. A kórházmissziót választottuk, amiben segített nekünk Zsábely Edit. Ő beszélte meg az igazgatónővel a délutánt, és az iskolában szerveztünk egy ilyen játékgyűjtő akciót, amit aztán elvittünk a beteg gyerekeknek. Sikerült 6 zsák ajándékot gyűjteni, hogy körbejártuk az összes osztályt, és sikerült hoztak a gyerekek. Az, hogy mi segítettünk nekik, az nekik is és nekünk is jó volt, mert mi is örülhettünk, hogy segítettünk, és ők is örültek, hogy mi segítettünk nekik. A következő feladat egy példaértékű ember bemutatása volt. A csapat a sztálini munkatáborokat is megjárt, nyugalmazott református püspököt, Gulácsi Lajost választotta. Olyan példaértékű szemét kerestünk, aki nagyon sok élettapasztalattal rendelkezik, nagyon sok mindennel foglalkozik, szívesen részt vesz a különböző programokon. Gulácsi Lajos nyugalmazott református püspököt választottuk. Nagyon tetszik, ahogy az emberekkel beszél, ahogy foglalkozik velük. Rengeteg önkéntes munkát végez még mindig, és ahhoz képest, hogy mennyi mindent átélt, nagyon mozgalmas és energikus. Sokat mesél, meg amit mesél, mindig csak a jót mesélni, nem pedig a rosszt. Mesélt arról, hogy Kazahsztánban volt 8 évet, ott is ilyen közösséget formáltak, ott a maguk között több feledkezett, és olyan nyíltan beszélt erről az egészről, nem úgy, mintha ez borzasztó lett volna. A Biblia szövege az Isten szaval adott erőt, hogy el tudtok oldozni azt a nagy emberi megaláztatást. Elmesélte, hogy vályogvető gödörben úrvacsoráztak, katolikusok, reformátusok, pravoszlávok, görögök együtt, és mégis megtartotta a hitét. Hát igazából nagyon sok dolgot csinált a magyarságért, és hát egy igazi példakép, mert önkénteskedik, az öregek otthonában látogat, és ahhoz képest, hogy már idősebb, ennyi dolgot csinál, ennyi jó dolgot csinál. Az online demokrácia activity két részből, egy online és egy face-to-face szakaszból álló többfordulós verseny, mely szeptember 30-án indult. A munkácsi fiatalok az interneten böngészve találtak az izgalmas vetélkedőre, amelyre összesen 28 csapat jelentkezett, köztük 2 határon túli. A legfiatalabbak a Demokrákóczi csapat tagjai. A versenynek a tematikája az a demokrácia, tehát egy kicsit beletanulnak abba, hogy egy csapat munkán belül is a demokráciának a szabályai érvényesüljenek, ugye a többség akarata dönt. Egy nagy élményt szereznek ezzel a játékkal, hiszen a szokványos iskolai hétköznapok mellett nekik még egy ilyen extra, nem biztos, hogy ebben a korban előforduló feladatokkal kellett megbirkózniuk, és ezt nagyon élvezték. Tehát maga a filmezés volt ugye a csúcsa, ugye ezzel 13 éves gyerekek nem jellemzők, hogy foglalkozni szoktak. A legjobb 6 csapat bejut a tavaszi döntőbe, ami egy demokrácia tábor lesz. Onnan a 3 legjobb pedig egy brüsszeli utazást nyer. Ukrajnában jelenleg több mint 100 000 árva gyermeket tartanak nyilván, de becslések szerint a valós számuk ennél jóval több lehet. Kárpátalján 1600 árva él, és a számuk folyamatosan növekszik. Ezért a történelmi egyházak mindent megtesznek, hogy otthon találjanak a nehéz sorsú gyermekeknek. Az Ungvári járási ráton is működik egy családtípusú gyermekotthon, ahol otthonra találhattak a sanyarú sorsú gyermekek. Ukrajnában az árva gyerekek jelentős része nagy állami árvaházakban él. Az egyházak egyik fő célja az, hogy ezek a gyerekek családi típusú gyermekotthonokba vagy családokba kerüljenek. Az elmúlt 10 évben Kárpátalján 25 családi típusú gyermekotthon nyílt, amelyekben jelenleg 172 árva nevelkedik. Az egyik ilyen családtípusú otthon a Ráti Szent Mihály gyermekotthon,
amelyik a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházhoz tartozik. Majnek Antal Kárpátalja megyés püspöke felkérésére kezdtük el tervezni a gyermekotthont. Az ő álma volt, hogy felépítsünk árva gyerekek részére egy otthont, ami valóban otthon, és nem csak egy intézmény. Az engedélyek megszerzése után 2004 őszén kezdtük el építeni az első lakóházat. 2 év múlva sikerült már lakókat hozni. Épül egy rehabilitációs központ, mivel ezeket a fizikai és lelki sérüléseket valahol kezelni kell. Körülbelül 80%-ban van kész a rehabilitációs központ. Ezt szeretnénk minél előbb befejezni, hogy a gyerekek rendelkezésére álljon, hogy gyógyuljanak be azok a sebek, amik gyógyulásra várnak. De nem csak a saját gyerekeinknek építjük, hanem Kárpátalja bármelyik nehéz sorsú gyerekének, akit majd idehoznak. Nagyon megtetszett, hogy a ház is, meg három testvéremmel együtt voltunk, és jöttek minket megnézni sokan faluból, akkor sütöttünk parancsítet anyukával. Az itt lakóknak látszólag mindenük megvan, amire szükségük lehet, ám a múltbéli sérelmek feldolgozása nem egyszerű számukra. A gyerekek többnyire ugyanis azért kerülnek ide, mert szüleik elhanyagolták őket, lemondtak róluk, vagy árván maradtak. Bustinorról jöttünk, és utána ránk talált Tárpa bácsi, és idehoztak. Már anyukánk, mikor engemet megszült, és meghalt. Akkor megjöttünk, amikor nagymamám ölébe ültem, és akkor én így megijedtem, hogy megijedtem. Hát csak egy kicsi félelem volt bennem, és akkor megijedtem. És megnyugtatott? Meg. Nagymamám átkarolt, és már azóta szeretem nagymamát, nagyapát, meg a családomat. Az autószerelés engem azóta érdekel, mióta néztem a tévét, és az az adás ment, hogy autókereskedők. És nekem megtetszett, és én gondoltam egyet, és belegondoltam, hogy milyen jó lenne, ha másoknak is segítenék, hogyha baj van az autóval. A Szent Mihály gyermekotthon neveltjei különböző okok miatt nem élhetnek együtt vér szerinti szüleikkel. Az intézmény mindent megtesz, hogy az otthon melegéhez hasonló hangulatot és körülményeket teremtsen számukra. A nevelőszülők sajátjukként gondoskodnak minden gyermekről. Mi igyekszünk nekik mindent megadni, és szerintünk nem hátrányosabbak, mint más. Szerintem szeretnek minket, mert azt vettem észre saját tapasztalatból, hogy én édesanyámat mondjuk sosem öleltem meg, sosem mondtam azt neki, hogy szeretlek, mert nekem ez úgy gondoltam, hogy ez normális, hogyha nem mondom neki, mert úgyis tudja, hogy szeretem. De viszont itt megtörténik az, hogy hozzám jönnek, megölel, és azt mondja, hogy szeretlek. Addig a családunk 4 tagból állt, a férjem és én, és 2 gyerekünk van, aki akkor a nagyfiunk 17 éves volt, a kislányunk pedig 7. Hát persze nem ebbe a lakásba éltünk, hanem itt a faluba, egy családi házunkba. Többen lettünk, zajosabbak lettünk, nagyobb lakásra volt szükség, össze kellett szoknunk, meg kellett egymást ismerni, mindenkinek a szokását, alkalmazkodnunk kellett a gyermekekhez. Én azt gondoltam, hogy ez teljesen egy egyszerű feladat, neveltem én már gyermekeket, és ez is úgy fog működni, csak hát ők mind ukrán nyelvű, ukránul beszéltek, ők hozzájuk mindehhez külön bánásmóddal kellett közelíteni, de különben nagyon alkalmazkodóak, aranyosak, szeretetre éhesek voltak, és ez könnyen ment. Mi nagyon sok szeretetet kapunk, mi rengeteget kapunk. Ők eleve úgy, akik ide kerültek kicsi korukba, nekem az nagyon furcsa volt rögtön, hogy ők olyan könnyen kimondták, hogy anyuka meg apuka. Ez nekem annyira jól esett, és volt egy kislány, aki számtalanszor idejött és átölelt, és mondta, hogy anyuka, szeretlek. Úgy tekintek rájuk, mint az igazi testvéreimre. Én nagyon szeretem őket, és nem teszek különbséget köztük. A gyermekek 18 éves koruk után kötelesek elhagyni az otthont. Önálló életet kell kezdeniük. Az intézmény ebben is igyekszik segíteni őket. Nagyon nagy terveink vannak, mivel hogy 24 befogadott gyerekünk van, és nem szeretnénk őket kitenni az utcára. Igényeltem a községi tanácstól 5 bélhelyet, aztán pedig fel is vásároltuk,
és erre az öt belhelyre, földrészregre fogunk lakóházakat építeni. Nincsen még pénz, de a gondviselés itt van mellettünk. Az adventi időszakban sokat van együtt a három család. Karácsonyhoz készülődve saját karácsonyfadíszeket is készítenek. Csinálunk színes cillagot. A karácsonyi fára. Mikulásra szeretném, ha Barbit kapnák. A gyermekek többsége állami árvaházból került az otthonba, és nagy részük még magyarul sem tudott beszélni. Mára imádkozni is csak magyarul tudnak. Vasárra meggyújtjuk az első gyertyát, és elimádkozok a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyelben vagy, szenteltessé meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarat, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Templomba is szoktunk járni. És mi leszel, hogyha nagy leszel? Van már valami álmod? Óvoda tanító néni. Óvónő. Én fodrász szeretnék lenni jövőben. Fogok tanulni. Szeretnék elvégezni, szeretnék megvalósítani az álmomat. Ezek a gyerekek már igazi családban élhetik mindennapjaikat, és talán vágyaik is valóra válnak. De Ukrajnában sok nehéz sorsú gyermek számára ez ma még csak beteljesületlen álom marad. Novemberben megyeszerte gyászünnepségekkel és koszorúzásokkal emlékeztek meg arról, hogy 1944. novemberében kezdődött el Kárpátalja magyar férfi lakosságának deportálása a szovjet lágerekbe. Kárpátalján alig van olyan magyar család, amelynek valamely hozzátartozóját 44 őszén ne vitték volna el a szovjetek úgynevezett Málenki robotra. A kényszermunka ezrek számára a halált jelentette. A beregszászi Pocsai Vince túlélte a szörnyűségeket. 69 évvel ezelőtt a 4. Ukrán Front katonai tanácsa elrendelte a 18 és 50 év közötti kárpátaljai magyar és német nemzetiségű emberek deportálását. Háromnapos közmunka címén gyűjtötték össze őket. Több mint 20 ezer magyar nemzetiségű férfit hurcoltak el évekre. Voltak, akik soha nem tértek haza. A férfiakat embertelen körülmények között vonatokon szállították a Szovjetunió munkatáboraiba. Hazudtak úgy, hogy ide megyünk, oda megyünk, munkára megyünk, de közben nem munkára mentünk, hanem kínpadra, kínzásra. Hát ez volt ott már a vagomba a szórakozás, meg az sorsa, egyiknek itt fáj, másiknak ott fáj. A gyengébeket ütötték, verték, hogyha nem bírt befele mászni a vagomba. Volt kettő már ott az útba fűbe verték a katonák. Ahogy nem tudott menni, tehetetlen volt. Hát azt hitték, hogy spekulál, fogta a puskatussal, sihé-puhé, odavért neki, ott maradt. Fogtak helyébe az úton másot, belökték a vagomba, hogy legyen meg a létszám. Szerették a lányok a fiúkot, a fiúk meg a lányokot, azt siratták, mind sírt az asszonyok sírtak, mert gyermekekkel itt maradtak, a fiatalok sírtak azért, hogy árván maradtak a lányok. Várta mindenki hazafele, minden nap csak, hogy hátha. A Szovjetunió munkatáboraiban embertelen körülmények között kellett dolgozniuk az elhurcoltaknak. Volt, akinek bányamunka, volt, akinek külszíni kőfejtés jutott. Nekem ott a munkám megfagyott a kezem, úgyhogy már ahogy hurcoltak ide-oda, hát akkora ujjaim volt, mint egy nagy ugorka, úgy meg volt duzzadva. Elmentem az orvoshoz vele, mit csinált, fogta ilyen csipeszt, azt a fagyos dolgot letaggatta róla, betekergette azt egy dolgodra. És avval ki is teleltem, olyan a fájós kézzel. Pocsai Vincét és amíg életben maradt elhurcoltak többségét, 26 hónap elteltével engedték csak haza a munkatáborokból. Mikor megláttak, hát elálljuk. Nem hitték el, hogy én
én vagyok. Ahogy néztem ki, arcba is megy, így olyan, mint az állapotos asszony, úgy voltam a daganattuk már. Úgyhogy ha még egy hétig utaztam, kellett volna utazni, már nem bírtam tovább, már úgyis megpukkantam volna. Mikor ő haza került, az úton mentem, szaladt egy asszony. Hova szaladt Giza néném? Jaj, Potyai Vince, hazajött a lágerből, aztán megyek, megkérdezem az uramot, azt mondja, hogy nem látta ezt az embert. Felmegyek én, mintha most is látnám a német katona ruhába, hogy ült, ilyen hasa, ilyen arca, de fehér, mintha ki van messzélve, úgyhogy meg lehetett tőle ilyen, olyan, úgy nézett ki. Potyai Vincének és családjának egész életét végigkísérte a munkatáborokban szerzett szörnyű élmény. Ritka éjszaka volt, hogy ne álmodott volna, akkor olyan bánattal költve, hogyha még tán, ha valaki meghalt, most se lett volna nagyobb bánata, mint mikor álmodta, hogy elfele viszik, meg elfele szökik, meg ütik, meg a tető eszi meg fele. Mindig ilyeneket álmodott, hogy sokszor már haragudtam, mondom, inkább ne aludj, csak ne álmodozz már mindig. Meg most még a héten is mondom, minek nem alszom, mert azt mondja, a lágerbe álmodott. Esetleg, ha hideg van, akkor feltétlen az, hogy a lágerbe, míg a lágeri szenvedéseik volt, mennyivel hidegebb volt. Ha esős idő van, akkor azért, ha esetleg most az ételről beszélünk, hogy ez vagy az finom étel, vagy kevésbé finom, akkor feltétlenül megettük volna a lágerbe, ha akármi lett volna. Tehát mindegy, hogy milyen témáról beszélünk, a láger mindig valahogy ilyen kiinduló pont, vagy egy ilyen tájékozódási pont, hogy mindent ahhoz mér, ahhoz hasonlít. A kommunista hatalom célja egyértelmű volt. A magyarság nemzeti erejének megtörése és beolvasztása a szovjet birodalomba, de a kísérletük sikertelen volt, mert bár megfogyott, de meg nem tört, sőt, hitében és magyarságában megerősödött a kárpátaljai magyar közösség. Ne rekedjünk le csak amellett, hogy szenvedés, meg vérontás, meg halál, meg haláltábor, meg éhezés, meg mindenféle meggyalázás, hanem az, hogy ezek között is ott van az Isten megtartó kegyelme és a felénk kinyújtott keze, és ez az, amiben bele kell kapaszkodni, ez ad erőt a jövőbe tekinteni. A sztálini rendszer férfiak nemzedékeitől fosztotta meg a kárpátaljai magyar közösséget. Az ártatlanul elhurcolt embereket az ukrán vezetés azóta sem rehabilitálta. Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke nemrég törvényjavaslatot nyújtott be a kievi parlamentbe az ügyben. Határozat még nem született, de az érintettek bíznak abban, hogy hamarosan rehabilitálják az ártatlanul elpusztított és meghurcolt kárpátaljai magyarokat. Megkezdődött az advent, a várakozás, a karácsonyi felkészülés időszaka. A beregszászi Kossuth Lajos középiskolában adventi gyertyagyújtással indult a beregszászi Máltai Szeretetszolgálat adventi jótékonysági rendezvénye. A magyar kisiskolások karácsonyi ajándékot, mézes kalácsot, csuhéangyalkát és gyertyatartót készítettek, amelyeket árva gyerekeknek szeretnének eljuttatni. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének és a Máltai Szeretetszolgálat beregszászi járási központjának szervezésében a beregszászi Kossuth Lajos középiskolában több száz gyermek adventi gyertyagyújtásra gyűlt össze. Az advent várakozás, hogy felkészítsük a lelkünket Jézus születésnapjáról, vagyis a karácsonyra. Az adventi és a karácsonyi népi szokásokat kicsik és nagyok együtt elevenítették fel. Volt, aki ajándéknaptárt festett, a többség mézes kalácsot készített. Dióval díszítsük magokkal, meg ilyen kis cukorkákkal. Otthon mi szoktunk karácsonyfára készíteni csillagokat és hópelyheket papírból, meg ilyen kis süteményeket. A gyermekek nagy élvezettel vetették bele magukat a munkába, hisz az általuk készített tárgyakból karácsonyi ajándék lesz. Formák mutatják, hogy a karácsonyi jelképek köszönnek vissza, és ezek természetesen a karácsonyfán megjelenhetnek, és hogyha már megjelenik a mézes kalács, akkor esetleg a szalmadísz, meg esetleg a patogatott kukoricafüzér, és akkor a hagyományos díszítési módokat tudjuk a gyerekeknek bemutatni, vagy akár az alma, a dió és azok, amikkel az őseink, nagyanyáink díszítették a karácsonyfáikat. A mézes
Kertes Kalács és kézműves adventnyitó jótékonysági rendezvényen mintegy 30 önkéntes foglalkozott a gyerekekkel, akik elsajátíthatták a csuhé angyalka, a mécses tartó, a zsenilia hajtogatás és a képes lapkészítés tudományát. A rendezvényel arra irányítják a gyerekek figyelmét, hogy nem feltétlenül az üzletekben kell megvenni az ajándékokat, hanem maguk is elkészíthetik azokat, ami talán éppen ettől válik még értékesebbé. Mikor arról beszélünk, hogy valamilyen hagyományt meg akarunk őrizni, akkor nyilván az az egyetlen teendőnk, hogy tovább is adjuk azt, amit mi tudunk. Sajnos ott tartunk ma már, hogy újra kell tanulnunk nekünk is, és aztán úgy adjuk tovább a gyerekeinknek, mert kimaradt egy-két generáció, aki még ezt tudta volna az otthoni háztartásból zsigerileg. A gyerekek egy része az udvarban magyar ősi népi játékokkal is megismerkedhetett. Az, hogy egy népnek hagyománya van, hagyományai vannak, és ezt őrzi mindenképpen az identitásnak, nem csak az anyanyelvnek, hanem a magyar tudat fenntartását is szolgálja. Az a célunk, hogy a civil szervezetek, illetve a gyerekek, a felnőttek, egyáltalán a közösség összefogjon és egymásra találjon. Időközben elkészült a mézes kalács is. Volt, aki olyan jó ízűen falatozott, hogy szinte meg sem tudott szólalni. Finom? Ettél már mézes kalácsot valamikor? És válaszolni, beszélni tudsz? Mi a legfontosabb a karácsonyban? Az is fontos, hogy Jézus megszületett. És meg, hogy együtt legyen a család. A beregszászi gyerekek már most elkezdték gyűjteni az ajándékcsomagokat, amelyeket árva gyerekeknek fognak eljuttatni. Ezt gyerekek készítik, családok készítik, akik veszik a fáradtságot, az időt, mert sokszor nem arról szól, hogy mi kerül bele, mennyibe kerül, hanem azt, hogy próbáljuk gyerekeket is arra nevelni, hogy fontos legyen az, hogy akinek esetleg nem sikerül családban ünnepelnie, hogy az is érezze a karácsony melegét, szeretetét, valahol érezze, hogy fontos ő is valakinek. A közel 20 éve működő beregszászi máltai szeretetszolgálat minden évben abban segítkezik, hogy a külföldi adományok eljussanak a rászorulókhoz, de sokszor ez sem megy könnyen. Az idén segélyszállítmányt behozni szinte lehetetlenné vált, miután az a bizottság, amely ezt az engedélyt Kijevben megadja, az nem működik. Több karitatív szervezetnek is hónapok óta a vámzár alatt van a segélyszállítmánya, nem tudja eljuttatni a rászorulók számára, illetve van úgy, hogy elkobozza, mivel egy idő után már nem tudja fizetni a vámzár költségeit. Itt állnak a határon, vagy pedig már itt vámterületeken azok az adományok, amelyeket most egy jogszabályi változtatás miatt nem lehet eljuttatni a rászorultak számára, ami elképesztő számomra is, és érthetetlen is, hiszen a szociális háló fenntartásához a civil szervezetek rengeteget tesznek, és csak köszönet illeti őket ezért a tevékenységükért. Tehát nyilván megpróbálunk egy olyan tárgyalássorozatba is kezdeni, ami ennek eredményeképpen adott esetben ezt az adminisztratív korlátozást megszünteti, és akkor tényleg a családokhoz eljut az a sok-sok adomány, ami egyébként a határon, vagy még egyszer mondom, a vám területeken áll. Ha idén a külföldi segélyek nem is, de a gyerekek által készített mézes kalácsok biztosan eljutnak a rászorulókhoz, aminek értéke mindenképpen attól lesz nagyobb, hogy több száz magyar iskolás munkája és szeretete van benne. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Kísérjék figyelemmel a Magyar Szerkesztőség adásait a hét többi napján is. Ne feledjék, ha lemaradtak volna adásainkról, visszanézhetik azokat a képernyő alján látható weboldalon. Legyen szép napjuk, viszontlátásra!